Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 millió forintos támogatásával sikerül megvalósítani a Sejtrőjújhelyi Városi Könyvtár felújítását. A projekt január 10-én kezdődött, azóta az intézmény minden szolgáltatása szünetel. A beruházás egy mérföldkövéhez érkezett, jelenleg a bútorzat beszerelésével foglalkoznak a könyvtár munkatársai. Ami itt a könyvtárban most zajlik, egy körülbelül 150 négyzetmétert érintő területen, ami a fogadóteret, az információs pultot, illetve a folyóiratolvasót foglalja magában, teljes körű felújítás zajlott, festés, világítás, illetve ajzatcsere történt, és ezt követően pedig a könyvtári bútorzat beszerelése zajlik éppen, most jelen pillanatban, de történt videokamera rendszer kiépítése, ezen kívül pedig informatikai berendezések is újulnak, tehát azokból is újakat vásároltunk egy részében legalábbis. A felújítás után az intézmény méltó helyszínévé válik majd a kulturális és közösségi programoknak, tette hozzá az intézmény vezető. Céljuk, hogy az olvasók igényeit teljes körűen ki tudják szolgálni. Az a célunk, hogy a korszerű környezetet kialakítsuk, ezáltal az infrastruktúra is megújításra kerül. A közösségi funkciót szeretnénk erősíteni, és a funkcióhoz kötődő rugalmas térkialakítás volt még a célunk, ami azt jelenti, hogy mindig a megfelelő programokhoz, kiállításokhoz alkalmazkodva tudjuk ezt a fogadóteret, ami tulajdonképpen most már egy nagy tér, ezt megfelelőképpen tudjuk alakítani. És ennek az eredménye képpen egy vonzó helyszín, egy attraktív megjelenést tudunk biztosítani, közösségi színteret, ami több funkciót szolgál, illetve rugalmas térkialakítás átjárható helyekkel. Mivel az intézmény szolgáltatásai szünetelnek, így a rendszeres könyvtár látogatók is csak e-mailen keresztül tudnak információkat kérni, mondta el az intézmény vezető. Nagyné Szentesi Mónika hozzátette, reméli a felújított könyvtár el fogja nyerni az olvasók tetszését.